Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Niedermüller Péter, polgármester. Szép jó reggelt kívánok. Reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. Élőben most találkozunk az új esztendő első napján. Polgármesterének úrnak is nagyon boldog, békés új esztendőt neked is. Mai vendég műsorvezetőnk, Kovács András, az Origon munkatársa. És akkor nézzük, hol is tartunk a naptárba. Mint tudják, akkor most már nem 80-at, hanem 5781-et írunk. Tisri havának harmadik napján vagyunk. Zsidó honfitársaimat arra hívom föl a világon, ne felejtsék, ma Gedália böjtje van, azaz hajnali 4 óra 58 perctől este 7 óráig tessenek böjtölni. Idősebbeknek nem kell, vagy aki gyógyszert fogyaszt, már dadogok is korán reggel. A polgári időszámítás szerint 2020. szeptember 21-ét írunk, és hétfő van. Az esztendő 40. hetében vagyunk, és üdvözlünk minden Máté és Mirella Utó nevű nézőnket, akinek ma van a névnapja, születésnapja, és azokat a lányokat, asszonyokat, akik éppen utódaiknak adnak életet. Ne felejtsék, megszületni sem könnyű, de életben maradni még nehezebb. Tehát tessenek a maszkot használni, betartani a szociális távolságot, messzibre is megyek Andástól még 5 centivel, és ne felejtsék, hogy mindenhol kötelező, kemény büntetést kaphat az, aki nem vigyáz magára, illetve másokra sem. És akkor nézzük a bankok, hogy segítenek nekünk az életben maradással. Az euró középárfolyama 360.18, míg az angol font 393.36. A várható időjárás 11 és 27 Celsius fok között várható, mindazt már látták a híradóban. Öltözenek rétegesen, hogy legyen mit levenni, figyeljenek oda a folyadékháztartásukra. És most hallják beszélgetésünket dr. Niedermüller Péter, egyetemi tanár, volt EP parlamenti képviselő, a DK politikusa, de igazából most nem is politikus, hanem polgármester. Szép jó reggelt kívánok! Egy mosolyt kérek öntől, hisz az új év első napja van. Arról szeretném kérdezni, hogy nyugtázza a kísérleteket, hisz már egy hete nem láttuk önt. Már én is megtanultam, hogy nem egyenesen tovább megyek, hanem balra megyek, sőt, mi több, már a vazém is tudja, hogy kell innét idejönni, vagy innét elmenni. Hát ugye én ezt már több alkalommal elmondtam, hogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos és jó kísérlet. Számos oka van ennek, hogy miért gondolom ezt, nem csak egyszerűen közlekedés szervezési oknál fogva, hanem azért is, mert egészen nyilvánvalóan látni, hogy csökkent a forgalom, egészen nyilvánvaló az, hogy a csökkenő forgalom az hozzájárul a jobb levegőhöz, a biztonságosabb közlekedéshez. Másoldalról persze értem, én látom, nem vagyok vak, hogy vannak nem kevesen, akik hol ez nem tetszik, hol az nem tetszik, hogy nem így kellene, hát hanem amúgy kellene. Hát sokszínűek vagyunk, másrészt most teljesen természetesnek tartom, sőt kifejezetten kívánatosnak tartom, hogy az itt élő emberek elmondják, hogy ők mit szeretnének, mi az, ami nekik nem tetszik. Ugyanakkor, és ez a harmadik mondatom, ugye a közlekedés szervezés az egy szakma. Tehát én egészen biztos nem tudok beleavatkozni. Tehát ha nekem a közlekedés tervező mérnökök azt mondják, hogy ezen az utcán kisívbe jobbra kell fordulni, akkor én azt elfogadom. Még akkor is, hogyha nyilván lehetnek olyan lakók, akik szerint meg inkább balra nagy ívbe kellene kanyarodni. De még egyszer mondom, ez egy szakma. Úgy tűnik, hogy a kormány Orbán Viktor vezetésével segíteni akar önnek, hisz hoztak egy új rendeletet, már a közlönyben is megjelent, hogy minden szórakozó hely az ország területén 11 órakor bezár. Ez mennyire segíti vagy hátráltatja? Tehát ha már kiadtak engedélyeket valakinek, hogy éjfélig ki lehet nyitva, akkor gondolom, hogy ez mind felülírja. Hát természetesen a kormány rendelete az mindent felülír, tehát teljesen mindegy innentől fogva, hogy én mit gondolok, vagy mit nem gondolok. Az érvényes, amit a kormány, ahogyan is mondta, Magyar Közlönyben közzétett rendelete számít. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy nem egészen értem ezt a 11 órai záróra, vagy záróra. Hát önnek akartak segíteni, nem? Nem tudom. Én csak csöndesen jegyzem meg, hogy volt múlt héten hétfőn a fővárosi közgyűlésben egy hosszú és szenvedélyes vita,
ahol a Fidesz frakció egységesen tette egy javaslatot arról, hogy 55 milliárd forinttal támogassuk meg a vendéglátóipart, a kulturális turizmust, a taxisokat, tehát egyáltalán ezt a nagy kiterjedt gazdasági területet. Majd két nappal később a miniszterelnök bejelent, hogy 11 órakor zárjon be minden vendéglátóipari egység, ami ha valakinek nem segítsége, hiszen biztosan azoknak a vendéglátósoknak, akik mondjuk éjfélig vagy éjfél utánig szerettek volna fönn vagy nyitva tartani, de még egyszer mondom, ez most már egy teoretikus vita, a kormány elrendelte, mi tudomásul vettük. Hogy döntött a főváros, hogy adnak pénzt arra, amire a Fidesz-KDNP frakció kért? Ugye az a pénz, amit a Fidesz-KDNP frakció szeretett volna, az a pénz nem létezik, úgyhogy értelemszerűen ezt nem tudta megszavazni. Az mit jelent, hogy nem létezik, virtuális pénz? Az egy virtuális dolog, és a tetejében még egyet kell mondanom, ugye és erről ottan beszéltünk sokszor én személyesen is, hogy ugye el kell gondolkozni azon, hogy ezt a területet, mondjuk a turizmust, a vendéglátóipari egységeket 55 milliárddal megsegítjük, akkor, amikor nincsenek turisták, mert nem tudnak jönni. Ez annyi, mint halottnak a csók. Egyrészt, másodszorban pedig tényleg azt kell mondanom, mi itt helyben is igyekszünk segíteni a vendéglátósoknak, teszem gyorsan hozzá, de hát azért 55 milliárd forint az rengeteg pénz. De nincs, akit kiszolgáljanak a vendéglátósok, hisz ha nem jönnek ezek az olcsó turisták, akkor... Erről beszéltek, nyilvánban belföldi turizmus valami minimális. Ugye most nekem úgy hozta a sors, hogy az elmúlt napokban kétszer-háromszor is este itt mentem át a kerületen, és azt láttam, hogy sok vendéglő nyitva van, mindegyikben ülnek, de csak néhányan. Tehát nem látok olyat, hogy teli van, vagy közelítő. De a statisztika szerint a belföldi turizmus az inkább a vidéki városokat látogatja, hisz nem a város, hanem a vendéglátósok, a szállodások nem igazán költöttek, nem csináltak megfelelő propagandát, nem vonzották a belső turizmust, hisz sokkal több pénzt tudtak az idegenektől kapni. Igen. Parancsolj. De nem csak, hogy erre egy általános az országra jellemző, hogy Magyarországon a vidékről nem jönnek fel turisták Budapestre, tehát nem vagyunk Franciaország, ahol vidékről Párizsba látogatnak az emberek. Hát ugye még mielőtt kitört volna a járvány, akkor azért voltak olyan tervek, és ezeknek a vitájában én is részt vettem, hogy próbáljuk meg például ezt a külföldről érkező kocsmaturizmust egy picit azzal ellensúlyozni, hogy megpróbálunk ide szervezni belföldi turista csoportokat. Nem azért, hogy itt igyák le magukat, hanem azért, hogy megnézzék megnézzék a kerületnek különböző kulturális történelmi eseményeit, hagyományait. Belelátott a fejembe. Ön beszélt arról, hogy a kerületet át szeretné elalakítani a kulturális turizmussá, Csányi 5, Veselényi 17, Király 11, és itt sorolhatnám ezeket a szép neveket. Végül is ezekkel most mi lesz? Zárva lesznek? Hát ugye ezekkel az lesz, amit majd a kormány vagy az operatív törzs elrendel, tehát mi külön arra nem készülünk, hogy bezárunk bármit is, nem is nagyon van rá jogunk vagy lehetőségünk, nyilván nagyon-nagyon figyeljük az idősotthonokat, óvodákat, bölcsödéket, ez az egyik csomag, és utána várjuk, hogy az operatív törzs, a miniszterelnök, a kormány hogyan dönt. Ugyanakkor egy valamit mondanom kell, hogy az összes ilyen tervünk az a jóval a járvány előtt született meg. Most csak annyit tudok mondani, anélkül, hogy rögtön elkezdeném a nyafogást az anyagi helyzetünk körül, hogy már tavaly sem volt különösebben jó bevétele a kerületnek, 2020-ban idén az ismert okok miatt, de ez a viszonylag nem jó bevételnek a felére számítunk jövőre. 2021-re. Még egy-két utca átrendezés, és akkor nagyon sok bírságot lehet beszélni. Nem, ez természetesen ön is tudja, hogy ez ennél sokkal súlyosabb probléma. Tehát olyan bevétel kieséseink vannak, most nem is beszélek az esetleges kormányzati intézkedésekről, olyan bevétel kieséseink vannak 2021-re, prognosztizálhatók, aminek a nyomán egészen át kell gondolnunk azt, hogy ezt a kevés pénzt, amit lesz, amire rendelkezésünk rá, azt mivel fogjuk megoldani. Hogy fogja ezt megoldani? Hát ugye ezen dolgozunk most, ezt nem tudom így megoldani. Ez nyilván hosszú tárgyalásoknak az eredménye, és nekünk nagyon alaposan mérni kell. Vannak aranytartalékaik, amiket el tudnak adni? Aranytartalékaink sajnos nincsenek. Nyilván
Én nagyon ellene vagyok, de mondjuk nyilván lehet beszélni az ingatlan állomány részének az értékesítéséről. De hát ez elsősorban nem igazán mesés állapotban vannak. Hát nincsenek, de romokat vannak üzlethelyiségek. Nagyon olcsón lehet eladni. De vannak üzlethelyiségek, vannak pincék, amelyek nincsenek olyan nagyon rossz állapotban. De nem csak erről van szó, hanem generálisan meg kell gondolni azt, hogy mi legyen ebben a nagyon-nagyon nehéz időben a prioritásunk. Nyilvánvalóan, hogy egyenlőre a Covid-dal, a járvánnyal szembeni védekezés az abszolút elsőbséget élvező terület. A járvány ellen védekezésről beszél, hogy mai naptól szigorodott a maszk használat egy 1000 területen az országnak. Itt az önkormányzatra erre mi vonatkozik? Vagy az önkormányzati intézményekre? Minden esetében már korábban is bevezettük. Ugye már a kormányzati döntésnek megelőzően a hivatalban elrendeltük a kötelező maszk használatot. Két embernél több nem lehet egy irodába. Minden olyan megbeszélés, értekezlet, amin három főnél többen vesznek részt, azt online rendeljük el. A legszigorúbb ki- és bejárási tilalmat rendeltük el az idős otthonokban. Beszerzésbe van, talán ma már meg is érkezik. Ezek a hőmérők, amiknek a segítségével mindenkit hőmérőzni fogunk a beérkezésnél, és azok, akiknek a környezetében jár covidos beteg volt, azoknak mindenkinek, a kontaktszemélyeknek is két negatív tesztet kell hozni, mielőtt visszajön. Itt az óvodáknál maradva, a kerületi óvodákban milyen szabályozás van? Mert én itt több kerülettel kommunikálva teljesen eltérő szabályozások vannak. Mi van akkor, hogyha egy gyerekről derül ki, hogy covidos, mi van akkor, hogyha egy óvodapedagógusra derül ki? Tehát, hogy itt van a helyi hetedik kerületben valamilyen speciális szabály erre vonatkozóan. Mi e tekintetben is az operatív törzsnek az előírásait igyekszünk követni, de e területen is igyekszünk a lehető legszigorúbban eljárni. Ami azt jelenti, hogyha mondjuk például egy nagymama, aki hozza reggelente a gyereket a bölcsödébe vagy az óvodába, róla kiderül, hogy esetleg covidos vagy, az a gyerek nem jöhet többet az óvodába. És van még egy nagyon fontos dolog, amit az előbb is kellett volna említenem, nevezetesen az, hogy mi folyamatosan veszünk teszteket, és folyamatosan teszteltetünk egészségügyi dolgozókat, óvodapedagógusokat, bölcsődepedagógusokat, mindenkit, egészségügyi dolgozókat, szociális dolgozókat. Ezt a kerület saját számlájára? Ezt a kerület saját számlájára csinálja, és a tetejébe kötöttünk egy megállapodást egy szolgáltatóval, hogy ne kelljen egy hetet várni az eredményekre, hanem egyik napról a másikra is megkapjuk a negatív vagy pozitív eredményeket. Akkor a pozitív dolgok is történnek az önkerületében. Van-e lemaradás az adminisztráció területén, hisz nagyon sokan panaszkodtak, hogy még a koronavírus első etapjába ugye részben leállt, illetve lelassult az önkormányzat. Hagyatéki dolgok és egyéb döntések, szociális területen mindenféle meghosszabbítások és így tovább. Hogy őszintén én nem tudok erről, nyilvánvalóan azt azért látni kell, hogy akkor, amikor például tavasszal elrendeltük szükségszerűen a home office-t, az nyilvánvalóan fékezte az ügybenetet. Tehát nyilvánvalóan, hogy a home office az nem az a műfaj, ami gyorsítja az ügyintézést, hanem egy olyan műfaj, amelyik lassítja azt. Biztos vannak olyan esetek, amikor meghosszabbodott az ügyintézés, de mi arra törekszünk, hogy ez ne legyen. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy minden ugyanolyan pontosan folyjon, hogy mint a valami jelent. Pozitívról is beszéljünk, ha bár abszolút eddig nem voltak negatív beszéltünk. Dolgok. A hétvégén megpucolták az önkéntesek, az önkormányzatiakkal együtt a klauzáteret. Lesz ennek folytatása, és ez most csak a koronavírus miatt van, vagy egyszerűen nem bírja tovább, hogy rendetlenség és szemét van? Én nekem a klauzáltér a szívügyem, ezt már én többször elmondtam. Most megpróbáljuk egy kicsit, most ugye ősz van, lehet füvesíteni, meg lehet egy kicsit a parkot így a növények szempontjából rendbe tenni, ezt most el fogjuk kezdeni. És azért mentünk ki, mert én azt gondolom, én nagyon szeretném, hogyha mindenki érezné, hogy a klauzáltér, mint a kerület, ez mindannyiunké. És ha mindannyiunké, akkor az az enyém is, és hogyha ottan koszt látunk és szemetet, akkor nekem is és a munkatársaimnak is oda kell menni és segíteni kell. Ez történt. Tovább fényesedjen ez a bonbonéra. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában dr. Niedermüller Péter egyetemi tanár, volt EPP parlamenti képviselőt, a DK politikusát, aki ma már nem politikus, hanem polgármesterként éli meg minden napjait. Őt láttuk és hallottuk, következő vendégünk az előzetesek után Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Tartsanak velünk!